folyón. Mondja, vajon egy dal képes-e arra, hogy az emberek gondolkodását megváltoztassa? Nézze, bizonyítani nem tudok semmit, de egy biztos, hogy ha nem hinnék ebben, akkor nem lennék itt ma este. A dalok változtatták meg az én életemet és sok barátomét is. És mi a titka annak, hogy egy dal valakire nagyon mélyen hasson, hogy megváltoztassa a gondolkodását, esetleg a viselkedését? Nehéz pontosan megmondani, hogy melyik az a lényeges elv egy dalban, amely megindítja a hallgatót. Lehet a dallam, melódia, de sokszor az a tény, hogy a közönség együtt énekel. Ez adja meg az alapérzést, a közönséggel való egybeolvadás érzését. Az utóbbi években nagyon sok közösséget bomlasztott szét ez a technikailag rohanva fejlődő világ. És bizony nem könnyű ezeket újra kovácsolni. Úgyhogy azt gondolom, az együtt éneklés azt az érzést kölcsönzi nekünk, hogy igazán együtt vagyunk. Különösen, ha a szavak, a dalszövegek történetesen azt fejezik ki, amit akkor éppen gondolunk. Mert az ember ilyenkor úgy érzi, hogy hát pontosan ezt akartam mondani, csak nem tudtam, hogyan fejezem ki magam. Ha nem találsz meg hátul a busz peronyján, keresd elő, ahol a fehér emberek szállnak fel. Biztosan ott leszek. Ha nem találnál a tüntetők között, jöjj csak át a fogházba, biztosan ott leszek már. People had just come down from Cairo, Illinois, where they'd had a drive to desegregate the municipal swimming pool. If you miss me in the Mississippi River, ha nem úszom a Mississippi-ben, gyere az úszodába. Bár nem tartozom oda, biztosan ott leszek. I'll be swimming right there. A verse that was prophetic came true. I heard it in October. Ez a szakasz egy igaz történetről szól. Októbertől novemberig meg is történt. If you miss me in the cotton field, you can't find. Ha nem találsz egy lapot földön, gyere át a bíróságra. Biztosan ott leszek. I'll be voting right there. I'll be voting right there. Ha nem találsz meg hátul a busz peronyján, csak keres elő, ahol a fehér emberek szállnak fel. Biztosan ott leszek. Meg tudnám mondani pontosan, hogy mi is ez a népdal, mi is a népdal igazi jelentése Amerikában. Mert tudom, hogy a mi számunkra Európában egészen mást jelent, mint itt. Frankly, I use the word as little as possible, because őszintén szólva, a lehető legritkábban használom ezt a kifejezést. Ugyanis olyan sokféle, olykor elcsépelt a jelentése, hogy félrevezető. Például manapság, ha valaki a Broadway vagy Hollywoodban előveszi a gitárját és hozzá énekelni is kell, azt folk énekesnek nevezi. Körülbelül 150 évvel ezelőtt a népdal fogalma Európában jött létre. Az ősi, névtelen paraszti rétegek kultúrájában. Ezen a kontinensen 70-80 éve használatos a kifejezés. A cowboy dalokat, a négerek énekeit, a rabszolgák panaszdalait, és azokat a régi dalokat, amelyeket a bevándorlók hoztak magukkal, mint például az angol balladákat, vagy az írekét, sőt az orosz vagy a kínai dalokat is népdaloknak nevezték. About 40-45 years ago, a curly-haired fellow from Oklahoma came to New York and met. Körülbelül 40-45 évvel ezelőtt egy bőrhajú fickó érkezett Oklahomából New Yorkba, és összetalálkozott egy arkansasi prédikátor fiával. Ők ketten pedig velem találkoztak. Így kezdtünk együtt énekelni. Almanac Singles volt az együttesünk neve. Az Oklahomából jött fiú Woody Guthrie volt, és Lee Hayes volt a metodista prédikátor fia. Írta a szövegét annak a dalnak, hogy If I had a hammer, ha lenne egy kalapácsó. Ezt a dalt ma a világ szerte ismerik. Az az érdekes, hogy nem csak egyféleképpen, de akár 5-6 féle módon is lehet énekelni.
érzésem, hogy ezek az éneklési módok mind harmóniában vannak egymással. Végül is az alapelv, hogy úgy is énekelhető a dal, ahogy valaki megírta, úgy is, ahogy más valaki megváltoztatta, sőt, akár féleképpen. And they all harmonize together. If I had a De hamarosan McCarthy és társai a fejükhöz kaptak, és azt kérdezték maguktól, hogy hogyan történhetett, hogy az ilyen fickókat kiengedték a kezükből. Hamarosan le is csaptak ránk. Once spent an evening discussing with friends how much of Beethoven. Emlékszem, apám, aki, mint már mondtam, zenetudós volt, egy este a barátaival arról beszélgetett, hogy Beethoven zenéjében mennyi a népi, az ősi elem, és mennyi a valódi, eredeti Beethoven.
Ha jól belegondolunk, a zenekar nem Beethoven önálló elképzelésének szüleménye, sem a hangszerek, sőt, a moll és dur skálát sem ő találta fel. Végül is abban egyeztek meg, hogy a Beethoveni szimfónia legalább 90%-ban a hagyományokon nyugszik, és csak 10%, amit Beethoven maga adott hozzá. Persze nem akármilyen 10%-ot. Úgyhogy amikor összehozok egy-egy dalt, sohasem mondom azt, hogy ezt a dalt én szereztem. A Hová tűnt a sok virág ötlete például egy ukrán dal alapján született. Koloda Duda volt a címe annak a régi dalnak, amelynek a szövegéből csak 3 sort ismertem, és erre a 3 sorra építettem az új dalt. A dalban pedig egy ír népdal reminiszenciája. A ritmus talán az afrikai ritmus világot idézi. Tehát nyugodtan vallom, hogy sok ember közös munkája hozta létre ezt az éneket. Még Peter, Paul és Mary, a híres együttes tagjai is segítettek.